54. alkalommal rendezték meg a Sáris kupát, amelynek évek óta részvevője a Nyíregyházi Együttes is. Az NTK ezúttal női csapattal is képviseltette magát, és a hölgyek az utolsó 6. helyen végeztek. A férfiak számára vasárnap kezdődik a Szuperliga szezonja, így ők a bajnoki főpróbát tarthatták meg Szlovákiában. A nyíregyháziak végül a 2. helyen zárták a tornát. Az első háromba szerettünk volna végezni, mivel nem teljes csapattal tudtunk érkezni, ami várhatóan a következő hétvégi felállásunkat jelenti majd, ezért mindenképpen egy fa meghatározása volt csapatfa szinten, az elvárása a Hakker Dezső edző úrnak. Azt lehet mondani, hogy megközelítettük, de még egy kis hiányérzetünk azért maradt, mert a pályából egy kicsivel többet is ki lehetett volna hozni, de azt lehet mondani, a 3262 fás teljesítményünk, ami egyébként a másik helyre volt elegendő, és hozzáteszem, hogy 3 fával sikerült megelőznünk a 3. helyezett csapatot, akkor így a küzdelem tekintetében mindenképpen biztató lehet a jövőre nézve. A nyíregyháziak vasárnap Budapesten a BKV Előre ellen lépnek dobóállásba. A fővárosiak vereséggel indították a szezont. Nagyon jó meccset játszott a Szolnok otthonában a BKV Előre, ahol kikaptak 5-3 arányban. Nem lesz könnyű dolgunk, azt lehet mondani, hogy egy abszolút 3 esélyes mérkőzés vár ránk. Nekünk egy picit gyengében sikerült a főpróba, számukra meg csalódást keltő lett végül is az 5-3-as vereség. Bízunk benne, hogy nekünk ismét egy olyan szerencsés szituáció adódik, mint 2 évvel ezelőtt, amikor a bajnoki rajtunkat éppen a BKV otthonában kezdtük, és most is egy ilyen jó teljesítménnyel megtoldott szerencsés találkozón bízunk benne, hogy pontokkal érünk majd haza, ami mindenképpen óriási lökést adna a csapatnak az elkövetkezendő 4 nagyon nehéz mérkőzésre, úgyhogy bízunk benne, hogy jól fogunk szerepelni vasárnap a BKV-nál. A nyíregyháziak továbbra sem számíthatnak Szlovenszky Tiborra, az NTK legrutinosabb játékosa térműtétje után csak nemrég kezdte el az edzéseket.